Dolgozik a RobotApem a Kft. Nagymányoki üzemében, a cég kábelkonfekciók gyártásával foglalkozik, de nem csak a gépeknek, az embereknek is jut munkait bőven. A 10 évvel ezelőtti induláskor 25-en kezdtek még Bonyhádon, bércsarnokban, 2014 óta viszont már Nagymányokon, saját telephelyükön termelnek, és mára 320 dolgozót foglalkoztatnak. A 10 éves születésnapra a vállalat összes dolgozóját meghívták, sokan elismerést vehettek át több éves, vagy akár már évtizedes munkájukért. Nagyon elégedettek vagyunk a dolgozói létszám fejlődésével. Vannak kollégáink, akik már 10 éve dolgoznak, sokan, akik több mint 5 éve, és rengetegen, akik 3 évnél is régebben a munkatársaink. Úgy gondolom, hogy családias légkört tudunk teremteni, nagyon jó munkafeltételeket, klimatizált gyártási helyiségeket. Igyekszünk, és tudunk is picit többet nyújtani az elvártnál. Az osztrák tulajdonos azt mondja, az elhivatott munkavállalókon túl az autópálya és a jó internet ellátottság adta az alapot a nagymányoki letelepedésükhöz. Nagy terveik vannak a jövőre nézve, de hogy milyen irányban fejlesztenek, még nem dőlt el. Mindenképp fejlődni szeretnénk. Azt, hogy milyen irányba megyünk tovább, adott esetben csarnokot bővítünk, technológiát fejlesztünk, megvannak a tervek, megvannak az elképzelések. Konkrét döntés a tulajdonosok részéről még nincsen. Nagymányok önkormányzatának is az a legfontosabb, hogy folytatódjon a fejlődés, ezért minden lehetséges segítséget megadnak a cégeknek. Kard Béla azt reméli, hogy a következő 10 évét is itt ünnepli majd a PEMAG Kft. Én remélem, hogy itt ünnepelheti mondjuk kétszerekkora területen, mert a fejlesztéshez szükséges területeket már megvásárolták. Én kapacitálom őket folyamatosan, hogy fejlesztenek. Itt a munkaerő hiány, ez a nagy fék. Ennek érdekében próbálunk úgy fejleszteni a városba, hogy legyenek lakások, házak, hogy munkaerőt tudjunk ide toborozni, és akkor biztos, hogy a fejlődés töretlen marad. Az ünnepségen a vendégek magyar és német nyelvű üzembejáráson is részt vehettek.